A végzősök könnyes szemmel énekelték utolsó dalaikat a szabadkai zeneiskola falai között. Sokan örökre szívükbe zárják az intézményt, és nem feledik el az itt tanultakat. És ez az iskola arra tanított, ezek az emberek benne, hogy össze kell tartanunk, és közös erővel könnyebb dolgozni, úgy koncerteket szervezni, mint föllépni, és nem számít, hogy ki milyen szakon van, meg ki milyen életkorú, hanem az a legfőbb, hogy mindenki egy cél érdekében van itt, hogy zenéljünk és jól érezzük magunkat. Az elballagó diákokat a zeneiskola harmadikosai búcsúztatták ünnepi műsorral. Azt üzenték társaiknak, hogy iskolájuk tárt kapukkal várja vissza őket. Az igazgatónő beszédében kiemelte, az intézmény kellőképpen felkészítette őket a rájuk váró kihívásokra, akárhol is folytatják majd tanulmányaikat. Az idén 37 érettségizős diákunk van, és mivel hogy már egyes akadémiákra voltak fölvételik, akkor már tudjuk, hogy egy diákunkat fölvettek Hollandiába, Rotterdamba, egyiket fölvették Prágába, Csehországba és Budapestre is. A fiatalok a folyosókat végigjárva énekelték a ballagók hagyományos himnuszát, a Gaudeamus Igiturt. Az ünnepség végén a végzősök színes léggömböket eresztettek a magasba a zeneiskola udvaráról.